A Duna-Tisza közimocsarak, nedves erdők ritkán látható kétéltűje, a tarajos gőte. Az idén a hosszúra nyúlt fagyos tavasz miatt csak március végén jöttek elő a téli, hibernált állapotból, hogy szaporodásukhoz párokat keresenek. Emiatt vándorolnak a vizek felé, és eközben sok áldozatul esik a járműforgalomnak. Ennek elkerülésére a Kiskunsági Nemzeti Park élőhelyei közelében az utak mentén több helyen terelőfalakat és az utak alatt átvezető átjáró alagutakat épített. Ezek jelentős mértékben csökkentették a gőték és a többi kétéltő pusztulását. A gőték a tavaszi szaporodási időszakon kívül magányos életmódot folytatnak, többnyire a vizekben tartózkodnak, vagy a nedves erdők aljnövényzetében. Ezért is lehet ritkán megpillantani ezeket a mindössze 10-15 cm-es különös formájú kis állatokat. Apró rovarokkal, csigákkal és ebialakkal táplálkoznak. Szaporodásuk alkalmával a nőstények minden egyes petét becsomagolnak egy-egy vízi növény levelébe. Különleges tulajdonságuk még, hogy a megsérült vagy leszakadt végtagjaikat képesek újra növeszteni. Nagyító segítségével érdemes közelebbről is szemügyre venni az egyébként szárazföldön nem éppen fürge kis élőlényeket, amelyek a békákkal ellentétben nem tudnak ugrani és hangot sem bocsájtanak ki. Tüdővel lélegeznek, ezért néhány percenként feljönnek a vízfelszínre levegőt cserélni. Tapadókorongos lábaik segítségével jól tudnak kapaszkodni a növények szárain. Szemüket a víz alatt védőhártyával védik. A nőstények hasi oldalán vöröses-barna foltok láthatók. A hímekkel ellentétben nem növesztenek felálló tarajt. A gőték egyébként a vizek tisztaságának jelzői is, mivel szennyezés esetén gyorsan kipusztulnak az érintett vízterületről.